Jó estét kívánok, ez az Egyenes Beszéd, én Simon András vagyok, és látták szerintem a tartalomjegyzékből, hogy ma este is beszélünk mindarról, ami fontos vagy érdekes az országban. Az első vendégem Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Jó estét kívánok, államtitkár úr. Beszélünk majd Matolcsy György kritikáiról is, de vakcina. Hányan regisztráltak eddig önöknél? Több mint 200 ezeren. A tegnapi napon léptük át a 200 ezeres határt, valószínűleg annál már magasabb, folyamatosan adunk majd erről tájékoztatást. Azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés. Van egy keret, vagy mindenkinek jut? Tehát ha ad abszurdum mondjuk 9 millió magyar jelentkezik, mindegyiket ki tudják szolgálni? A cél az, hogy mindenki, aki szeretne, kaphasson oltást. Ugye ez egy fontos körülmény, hogy az oltás az ingyenes és önkéntes, és hogyha valaki regisztrál, az még nem jelenti azt, hogy ez kötelezettséggel is járna, tehát akár vissza is léphet, nem gondolom, hogy ez tömegesen fog előfordulni, csak szeretném elmondani, mert fontos. Ugye a regisztrációval mérik fel egyrészt, hogy mekkora mennyiségre lesz szükség, másrészt a regisztráció alapján fog majd eldőlni, hogy ki, mikor és milyen vakcinát kaphat. Így van? Pontosítok, a regisztráció az nagy segítség abban, hogy tudjuk, hogy ki szeretne oltást. Ez az egyik dolog. Abban is nagy segítség, hogy akik szeretnének, és ez is önkéntes, azok kaphassanak tájékoztatást addig, amíg megkapják az oltást. Az engedélyezésről, arról, hogyha megérkezik egy vakcina szállítmány, és sorolhatnám. És ami a sorrendet illeti, ott az oltási terv alapján zajlik majd a tömeges oltás, ami azt jelenti, hogy lesz ennek egy rendje. És először a leginkább veszélyeztetettek kaphatják meg az oltást. Ez jelenti a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozókat, a krónikus betegeket, az időseket, de ezt is majd akkor lehet a legapróbb részletekig kidolgozni, amikor már tudjuk, hogy mely oltás kapta meg az engedélyt, vagy mely oltások, mert reményeink szerint több közül is lehet majd választani. De ki fog arról dönteni, hogy a krónikus betegek közül ki az, aki élvez. Ugye a jelentkezéshez nem kell beadjam a korlapjaimat, meg a korelőzményeket. A tajszám alapján... És nyilván nem a miniszterelnöki kabinetirodába ül az a szakember, aki ezt eldönt. Nem, hát a Nemzeti Népegészségügyi Központ az, amelyik ezt a típusú egészségügyi koordinációt végzi. Az oltási tervet az operatív törzs fogadja el, ez szakmai alapon történik. A kormány egyéb minisztériumai más feladatokat végeznek, a kabinetiroda tájékoztatásért felel, az imént említett közbülső tájékoztatásért. Tehát még egyszer mondom, az, hogy mikor kapja meg valaki az oltást, azt nem a regisztráció időpontja, hanem a veszélyeztetettség mértéke határozza meg. Természetesen a regisztráció az nagy előny, mert tudjuk egy adott illetőről, hogy szeretne oltást kapni, és akkor hamarabb kapja meg az értesítést arról, hogy megkaphatja, amikor ez időszerű. Na de azért az mégis akkor csak úgy képzelhető el, hogy össze fognak kapcsolni adatbázisokat. Tehát önöknél van egy adatbázis, most ennek a 200 ezer embernek a neve és az adatai, akik jelentkeztek, és ezeket össze kell kapcsolni az ő egészségügyi státuszukkal. Bármilyen, kinek milyen betegsége van? A Nemzeti Népegészségügyi Központ végzi a szakmai részét ennek. Egyébként az, hogy milyen adatbázis lehet hogyan használni, azt nagyon szigorú adatvédelmi törvények szabályozzák. Nem véletlen, hogy mind a kiküldött postai küldeményben, mind pedig a honlapon nagyon hosszú adatvédelmi tájékoztató van. Tehát nem csak magyar, hanem európai, csúnya szóval mondva GDPR szabályozásnak is meg kell felelni, és ez megfelel. Egyébként minden ilyen esetben egyeztetünk az adatvédelmi biztossal is. Igaz az az információ, hogy december 30-án talán aznap már megérkezhet az első amerikai vakcina, mint a budapesti honvéd. Az a biztos, amikor megérkezik, ugye ez nem csak a kormányon múlik, hanem a nagy gyártókon is, és azért már láttunk arra példát, hogy előre lekötött szállítmány egy részét visszamondták, úgyhogy az a biztos, amikor megérkezik, de nincs kizárva, hogy, illetve ezzel is számolunk, hogy az év utolsó napjaiban az első szállítmányok megérkeznek. Már... Illetve, ami még fontos, arra is jó esély van, hogy ez a vakcina, Pfizer vakcinájáról van szó, megkapja az európai engedélyt. Igen, ezt most előre hozták, és tudomásunk szerint december 28-án ez megkaphatja az előrehozott engedélyt. Tudom, de ez nem a kormányon múlik. Azt mondja, hogy volt már arra példa, hogy visszamondták az előre lekötött vakcinát. A magyar kormány került már ilyen helyzetbe? Ez az uniós szállítmányokra vonatkozik, ugye a Pfizer esetében merült ez fel. Egy dolgot mutat ez, hogy óriási verseny van gyakorlatilag a világ összes országa között abban, hogy ki tud hamarabb vakcinához jutni. És ez indokolja a kormány hozzáállását, hogy álljunk több lábon.
szeretnénk, hogyha minél hamarabb jönne a vakcina, olyan vakcina, amelyet a hatóságok engedélyeztek, tehát a biztonság az elsődleges. Von der Leyen asszony ma mondta azt, hogy azt szeretné, hogyha az unió tagállamaiban egyszerre és egy napon kezdődne meg az oltás, és hogy erre a kontingens az rendelkezésre áll. Ebben partnere a magyar kormány? Hogyha az a célja az elnökasszonynak, hogy minél hamarabb megkezdődjön Európában az oltás, és ez Magyarországra is vonatkozik, abban természetesen partnerek vagyunk. Szóval, hát nézze, ő azt mondta, hogy az unió az berendelt annyi vakcinát, amivel az unió összes polgárát el lehet látni, sőt, ő azt mondja, hogy még a környező térségekbe is jut, tehát, hogy gyakorlatilag tudunk segíteni a szomszédoknak, nyilván ez a járvány terjedése szempontjából fontos. Hát akkor csak rajtunk múlhat, hogyha ezt a felajánlást nem fogadjuk el. Nézze, az, hogy Portugáliában mikor kezdik el az oltást, arra a kormánynak, a magyar kormánynak kicsi a ráhatása. Egy dolgot szeretnék mondani, nekünk az a célunk, hogy Magyarországon minél hamarabb megkezdődhessen az oltás olyan vakcinával, amely átment az engedélyezési eljáráson. Hogyha egyébként ugyanolyan hamar megtörténik ez más országokban is, az jó hír. Mindenkinek állampolgári jogon járjon az ingyenes tesztelés, ugye ezt ma megint bedobták a szocialisták. Van-e fogadókészség erre az ötletre? Különösen karácsonyi időszakról beszélnek ők. Hát hogyha a baloldali pártok kopogtatnak az ajtón, és azt követelik, hogy legyen tömeges tesztelés, akkor azt tudom mondani, hogy zajlik. Tehát több mint 2 millió, jócskán több mint 2 millió tesztet elvégeztek a hatóságok, az egészségügyi hatóságok ingyen. Tehát, hogyha nagyságrendeket érzékeltethetem, több mint 2 millió államilag szervezett teszttel áll szemben, a ma fővárosban bejelentett 5000 ingyenes teszt, aminek egyébként én örülök. Tehát, hogyha a főváros végre nem újra mutogat, és azt mondja, hogy 5000 teszttel száll be a nagy tesztelésbe, szerintem az jó hír. És egy dolog ugye az a tesztelési eljárás, amikor valakinek tünete van és jelentkezik az orvosoknál. De zajlik egy célzott tesztelési program is, ez érinti a szociális intézményekben dolgozókat, egészségügyi intézmények, nevelési intézmények, területi közigazgatásban dolgozókat. Egyébként a várakozásokhoz képest alacsonyabb volt a részvétel, ezért ez egy érdekes fejlemény, és az átfertőződés mértéke az 2%-os volt. És akkor a felszabaduló kapacitásokat nem lehetne arra fordítani, hogy bárkit, aki egyébként a családjához szeretne menni látogatóba. Én tudom, hogy a szociális intézmények lakóinak járt a tesztelés, hogy a pedagógusoknak is járt, de mondjuk, aki most a nagymamát, nagypapát az ünnepek alatt meg akarta látogatni, vagy meg akarja látogatni, annak most még nem jár. Én azt gondolom, hogy ez nem egy politikai kérdés. Tehát én is hallom minden parlamenti vita során az ötletelést, hogy így kéne a tesztelés, meg úgy kéne. Szerintem ezt bízzuk az orvosokra. Van ennek egy eljárás, van egy WHO eljárás, aztán utána van egy hazai eljárás is, és mindennek megvan az oka. Azért nem véletlenül a tanárokat tesztelik célzottan, a területi közigazgatásban dolgozókat, ők rengeteg emberrel találkoznak. Tehát, hogyha itt kapunk egy világos képet, akkor az a járvány elleni védekezésben is óriási segítségünkre lehet. Miniszterelnök úr. Egyébként, bocsánat, hogyha még egy dolgot mondhatok, Magyarország a legtöbbet tesztelő országok között van Európában. Viszont azt hiszem a harmadik legrosszabb helyen állunk a halálozásokat tekintve. Ugye a miniszterelnök úr annak idején azt mondta, hogy Magyarország a járványügy védekezés sikerességét az ember életekben fogja mérni. Látok egyfajta törekvést, alapvetően a parlamenti viták során és a baloldali pártok részéről, hogy keressenek egy olyan idősávot, ahol elmondhatják, hogy na ott mi a legrosszabbul teljesítünk. Én ezt furcsának tartom. Tehát tényleg olyan, mintha szurkolnának annak, hogy az ország minél rosszabbul teljesítsen. Hogyha a járvány egészét nézzük, és hogyan másképp nézhetnénk, akkor Magyarország még mindig a jobban védekező országok között van, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez így is maradhasson. De államtitkár úr, nem az ellenzék mondta azt a nyár végén, hogy teljes fegyverzettel várjuk a második hullámot. Hát az ország első embere az tett egy ígéretet, hogy ennek az országnak a lakossága jó eséllyel megvédhető a járvány hatásaitól. Ehhez képest tömegével halnak meg az emberek. Mi volt a fő kérdés a járvány első szakaszában? Vannak-e lélegeztetőgépek, vannak-e maszkok, vannak-e védőfelszerelések, van-e jó, hatékony eljárási rendszer a kórházakban? Azóta vannak védőfelszerelések, vannak lélegeztetőgépek. Persze azóta már megkapjuk, hogy miért van annyi lélegeztetőgép. A kórházak fel lettek készítve. Ez nem változhat azon a tényen, hogy ezzel a vírussal egyfajta ismeretlenként szálltunk harcba, és mindaddig, amíg nincsen meg a vakcina, a tömeges oltás. De a vírus sokkal ismeretlenebb volt az első hullámban, amikor a magyar kormány sokkal jobb eredményeket produkált.
Azóta a vírusról sokkal többet tudunk, és a második hullámban sokkal vétel. Nézd, de nem arról van szó, hogy is vannak bőséggel. Itt van Magyarország, amely még küzd a vírus ellen, miközben mindenhol máshol megoldották. Németországban döntött rekordokat a halálozások száma. Tehát a német rekordok most dőltek meg. Szomorú történet, egy dráma, de azt mutatja, hogy nálunk nagyobb és sokkal gazdagabb országok is küzdenek ezzel a problémával. Az önmagukhoz képest számított rekordok dőltek meg, tehát nem az európai halálozási rekordok dőltek meg. Nem, a saját rekordjaik, igen, csak azt mutatja, hogy mások sincsenek ezen túl, mindenki együtt küzd ezzel, és az, hogy a védőfelszerelések belettek szerezve, csúnyán fogalmaztam, hogy megvannak a lélegeztető gépek, az mégiscsak azt bizonyítja, hogy megtörténtek az előkészületek. De ezen nem változhat az a tény, hogy a tömeges oltás hozza majd meg a megoldást. Ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy regisztráljon. Hú, veszhető fogy az időnk, iskolák újra nyitása. Honnan tudják azt, ugye? Azt tudjuk, Gulyás Gergely tegnap itt ült, és azt mondta, hogy még nem lehet tudni, hogy lehet-e lazítani karácsonykor. De azt már tudják, hogy január 4-én az általános iskolák, és 11-én a középiskolák kinyithatnak. Honnan? Ugye az operatív törzs folyamatosan ad arról tájékoztatást, hogy hány iskolában kellett korlátozást elrendelni. Digitális tanrendet, egy-egy osztályra vonatkozóan, vagy rosszabb esetekben egész intézményre vonatkozóan, és azért az, hogy lesz egy szünet, az mégiscsak alapvető körülmény. Tehát gyerekek addig nem fognak találkozni. Szentestéről, a karácsony ünnepekről pedig pár nappal azt megelőzően lehet majd döntést hozni. Hát azt látjuk, hogy ezek az ünnepek nem lesznek szokványos ünnepek. Ebben a problémában most mindannyian benne vagyunk. A kormány azon dolgozik, hogy a tömeges oltási program megindulásával a következő karácsony az már ne ilyen legyen. Na de azt most jó szívvel kimerik jelenteni, hogy legyen bármennyi fertőzött és bármennyi halott karácsony után, az iskolák ki fognak nyitni 4-én és 11-én. Még egyszer mondom, ezt a döntés az alapján lehet meghozni, hogy tudjuk, hogy hogyan állunk most az iskolákban. De és Marosa Zoltán bejelentette a számot. Nézze, hogyha egy fokozatos nyitást jelentett be úgy, hogy a biztonsági intézkedések, így például a testhőmérsékletmérés, azok érvényben maradnak. Hogyha szükséges, akkor a célzott tesztelése a tanároknak az újból megtörténik. Tehát nem arról van szó, hogy itt hirtelen mindent feloldanak, hanem egy fokozatos visszatérés lehetőségéről beszélünk. Természetesen az operatív törzs folyamatosan nézi a tapasztalatokat, a járványügyi adatokat, és hogyha kell, akkor meghozza döntéseket. Matolcsi György ugye kritizálta a kormány járványüggyel összefüggésben hozott gazdasági intézkedéseit. Én azt gondolom, hogy onnan jött a kritika, ahonnan talán nem számították rá. Hátbaszúrásnak értékelték, hogy a jegybank elnök, ahogy Pestér sem mondják, beszólt a kormánynak? De a jegybank elnöke független, tehát ez nekem ilyen szempontból egyáltalán nem meglepő. Egyébként meg máshonnan nézem. Tehát benne vagyunk egy rendkívüli helyzetben, ahol is a járvány, a gazdasági következmények is kemények, egész Európában megint csak. És én természetesnek tartom, hogy van egy együtt gondolkodás, egy párbeszéd, vagy egy akár éles hangú vita arról, hogy melyek a legfontosabb lépések. És itt minden szereplő véleménye számít szerintem. A kormány ezekre figyel. Ugye a jegybank elnök úr említette az áfa kérdését, a lakás áfa kérdését, ugye az 5%-ról 27%-ra emelkedett, de január 1-től megint visszaáll 5%-ra. Említette a beruházások kérdését. Hát csak ő ezt műhibának nevezte, hogy miért kellett visszaemelni, és aztán újra csak. Az állami beruházások kérdését is említette, és ott nekem az volt az érzésem, hogy nem is velünk vitatkozna, hanem az ellenzéki pártokkal, mert hogyha valaki belefül el a parlamenti vitákba, állandóan követelik, hogy erre meg erre a beruházásra most ne adjon pénzt a kormány, mert költse inkább az egészségügyre. Miközben mi azt mondjuk, hogy az egészségügyi kiadásokat biztosítani kell, 1000 milliárdos kiadásról beszélünk, és közben a beruházásoknak is futnia kell, mert azok munkahelyeket védenek. Tehát mi ezeket a programokat folytatni szeretnénk. Matolcsi György, a független jegybank elnöke, ugye, aki egyébként minisztere volt az Orbán kormánynak korábban, azt mondta, amikor átvette azt a pozíciót, hogy ő új viszonyt képzel el a kormány és a jegybank kapcsolatában. A jegybank mostantól nem kívülről figyeli a kormány tevékenységét, hanem a Magyar Jegybanknak kötelessége segíteni. Elmondta-e Matolcsi György ezeket az aggodalmait a járványkezelés idején?
Tehát ő adott-e például tanácsokat a gazdasági kormányzat? Hát én biztos vagyok benne, hogy különböző módokon megteszi, a legtöbb esetben a nyilvánosságban, tehát mint az ön által felvetett nyilatkozat is mutatja, ő ezeket elmondja. És az ő véleményére is kíváncsiak vagyunk, az iparági szereplők véleményeire is kíváncsiak vagyunk. Ezek alapján lehet meghozni a döntéseket, ezeknek megvan a fóruma, és azért az elmúlt hónapokban hozott döntések eredményességét azért látni. De mégiscsak arról van szó, hogy az elmúlt években 12-ről 4% alá 3,5% környékére hoztuk a munkanélküliséget. Most ez emelkedett a járvány miatt, de mégis még ebben az alacsony sávban van, és azt gondoljuk, hogy az adócsökkentés politikáján nem kell változtatni. Azért hozom fel ezt külön, mert a másik térfélen lévő pártok viszont az adóemelésekben gondolkodnak, nem csak a járvány időszakban, hanem hogyha megnézzük a programjaikat, akkor is. És abból nem lesznek új munkahelyek. Úgyhogy ez szerintem olyan pont, amivel a jegybank elnök úr is egyetérthet. Még egy dologban gondolkoznak, ugye a 100%-os táppénz, ebben önök gondolkoznak-e, hogy azok a munkavállalók, akik most a Covid miatt esnek ki a munkából, kapják meg a teljes bérük? Hát ugye van egy félreértés, mert ezt időközönként felhozzák a parlamenti vitában, ugye az alap 60%-os táppénz fölött 100% táppénz járhat akkor, hogyha valaki a foglalkozása körében, keretében ilyenek kapja. Ilyenek a pedagógus, csak nem kapták még meg. Karácsony előtt ott állnak, hogy hiányzik. Hogyha van eljárási probléma, mert túlságosan bürokratikus, ez egy közigazgatási eljárás, akkor azt meg kell nézni. Mindenkinek van lehetősége, aki a foglalkozása körében kapta el a vírus, hogy a 100%-os táppénzt megkapja. De ugye sokan azt mondják, hogy ezért nem mennek el tesztelni. Ugye ön is említette, hogy jóval kevesebben mentek el, mint ahányan élhettek volna a lehetőséggel. Félnek attól, hogy kiderül, hogy pozitívak, és akkor anyagilag nagyon rosszul járnak. Ezt ők nem engedhetik meg maguknak. Azt nem tudom megmondani, hogy aki nem megy el tesztelni, miért nem teszi. Például Ausztriában 20%-nyian éltek ezzel a lehetőséggel. Ez mindenkinek a személyes döntése. Államtitkár úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.